Sziasztok, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. Ennek a videónak a címe: az ingatlan vásárlás egy álommal kezdődik. Én írtam az ingatlanos álmok könyveket, enyém az ingatlanos álmok havi előfizetéses klub, ahova most tudsz jelentkezni, és cserébe meghívlak az ingatlanos álmok ingatlanos célok című január 29-én tartandó egésznapos tréningemre, úgyhogy várlak szeretettel, csak egy kattintásra vagy. Ami a lényeg, hogy az ingatlan vásárlás egy álommal kezdődik. Tulajdonképpen ezek az álmok, azért is forcírozom ezt, hogy álmok, mert ezek soha nem reálisak. Itt nem arról van szó, hogy igen, megálmodom, és akkor reálisan látom, hogy én hogyan fogok oda jutni, mert igazából nem. Tehát az álmok sok esetben már gyerekkorba kezdődnek. Nézd meg, Viktorka, mi akarsz lenni? Én bizony Magyarország elnöke, és látod, az álom valóra vált. Legalábbis neki, de komolyra fordítva a szót, tehát itt igazából erről van szó, hogy ez nem ott kezdődik, hogy én 30 éves koromban elkezdek álmodozni, és hú, hát igen, én ezt meg fogom csinálni, hanem ezek bizony gyerekkorban kezdődnek el, és ott egy gyerekként, ha belegondolsz, mi merünk nagyot álmodni. Én azt álmodtam, hogy igen, nekem lesznek ingatlanaim, és nagyon vigyázz arra, hogy mit álmodsz, mit kívánsz, mert tulajdonképpen az meg is valósul. Tehát én úgy élek, én, ahogy mindig is megálmodtam. Tehát nem 8 órát dolgozok, nem 3 műszakban dolgozok, hanem ingatlanaim vannak, bérbeadom őket, oktatlak benneteket, segítek, aki lehet, tehát tehát örömmel telik az életem, mondjuk így. És én ezt álmodtam, de sok ember, aki csak gondol bele, aki csak panaszkodik, hogy neki ez a baja, az a baja, most a munkahely nem jó, most ez sem jó, hogy ők nem biztos, hogy erről álmodtak, csak álomhíján ez maradt nekik. Jó, én azt mondom neked, hogy az előadásom is pontosan erről is fog szólni, hogy hogyan tanuljunk meg akár újra álmodni. És ezekből az álmokból nyilván hogyan csinálok majd célt. De először meg kell tanulnom álmodni, igenis legyenek álmaim, vagy pedig hogyan hívjuk elő a gyerekkori álmokat. Mert szerintem gyerekkorban, én úgy gondolom, mindenkinek volt álma, hogy én híres focista leszek, hogy én mit a balerina leszek, színésznő leszek, mit tudom, tehát most a hugomat mondom, nem lett egyébként az. De ami a lényege, hogy igenis álmodott. Tehát mindenki álmodik, és nagyon sok összetevője van annak aztán, hogy az álom valóra válik, és az időd, az életed, azt mondom, első harmadában sok esetben még csak nem is rajtad múlik. Tehát nagyon érdekes dolgok, ezek az előadásomon erről lesz szó, hogy ezek hogyan kerülnek a helyükre, mert én is ott nagyon nagyot lendültem annak idején. Én például Szabó Péter előadásáról jártam, egy jó páron voltam, jók egyébként, tehát én nem az ellensége vagyok, ez az ellenzője, hanem tényleg jó, és ott nagyon sok minden bennem a helyére került. Hála Istennek, és utána, mi ugye ez már onnantól nem nyomasztott, rendben helyére kerültek a dolgaim, és onnantól még gyorsabban tudtam haladni az álmaim felé. Úgyhogy ezt kívánom neked is, úgyhogy január 29-én, amennyiben az előfizetéses klubom tagja vagy, akkor várlak az ingatlanos álmok, ingatlanos célok című egésznapos előadásomra. Cserébe természetesen minimum 3 hónapig fel kell iratkozni, tehát nem 6000 forintért fogsz eljönni az előadásra, jó? Tehát, hogy ez a jó magyar szokást azért szeretném kivédeni ezzel, de szeretettel válok, és én biztos vagyok benne, hogy hasznos lesz a további ingatlanos álmaidat és lépéseidet, hogy merre fogod megtenni. Én úgy gondolom, hogy ez egy januárban egy jó irány fogok neked mutatni. Úgyhogy köszönöm, kattints, legyél az előfizetéses klubom tagja, és találkozzunk. Szia!